Üdvözlöm a kedves nézőket, folytatjuk a House Flippert kis csilesen, hogy nézem, van megint update a játékhoz, úgyhogy mindenféle csomók jöttek bele. Nem is kicsit. Nice. Jó. Akkor mondom, hogy folytassuk is. Nálatok zene majd nem lesz. Most van. De Spotify. Úgyhogy sorry miatta, de ugyebár a copyright már csak ilyen. Úgyhogy adjuk a következő munkát, addig is, hogy legyen kis menü. Karácsony most nincs. Óvoda! Üdvözlöm! Általános iskolai tanárként néhány év alatt elég pénzt tudtam gyűjteni az, hogy egy olyan épületet vásárolok, amit egy szép óvodának tudok berendelni. Előtt irodaként használták, így még sokat kell rajta alakítani. Most hatalmas itt a rendetlenség, szerintem az előző tulajdonosai nem nagyon szerettek takarítani. Kérem, dobjon ki minden régi vagy törött tárgyat, javítson ki minden elromlott készüléket, és megfelelően szerelje fel a fürdőszobát. Vidám színekkel fessük a gyerekeknek szánt termeket, a gyerekek imádják, amikor a körülöttük minden fényes és színes. Használjon legalább három különböző szint mindegyik szobában. Kérem, sok játékot tegyen mindenhova, nos a gyerekek a legtöbben játszani fognak a óvodában. Ne felejtse a gyerekek öltözőt sem, néhány fogas polcra kedvenc ruhájuknak. Biztos vagyok benne, hogy tökéletes helyre, szóval a gyerekek nagy örömmel fognak jönni. Legjobbat kívánom, Magyar Ariel! Na hát akkor irodából csinálunk Covid. Érdekes lesz. Na hát maga az épület kívülről jó. Ugye már ezért megint csak nem ad semmit, hogy itt ezeket itt eltüntetem. Úgymond a gazokat. De a más, nem egy kis előtérren azért legyen már hely mocorogni. Szépen minden tetőt is. Oké. Így. Ez oldalt is egy kis írtás. Ha már bejönnek, legalább ne az legyen, hogy a gaz egyből rátámad az emberre. Új képesség is lett a kertészetből. Az mint képességek. A következő még 290 gyom kell, akkor ha más nem elért éri meg ezeket piszkálni, hogy ezt itt kimaxoljuk anélkül, hogy bármi legyen. Egyébár ennél maxon van. Hát menjünk sorba, 298 gyom, 3, 295. Szóval itt a gyomírtás az erre jó, hogyha kertészetet ki akarjuk maxolni. Ugyebár maga a... Hogy hívjákunk a... Ezzel már megint mi van? Egyszer. Szóval... Az itt elbújt sunyi módon. Arra jó, hogy közelebb jutunk a... maxoláshoz, és akkor... esetleg majd kertészeti munkákkal is tudunk foglalkozni a jövőbe érdemben, mikor már full skillünk van, és nem 20 óráig tart valamit megcsinálni. És ugyebár itt el is van zárva, szóval itt csak az első kertet gyomtalanítjuk. Mint opció. Bár ott hátul is látok gyomot. Mert itt is van egy a sarokban, meg itt is bújik valahol. Szépen megszüntetjük ezeket. Tudatosan körbe megyünk. És
most olyan sokat gyomhagyalpival az ember orra előtt ott van. Szóval egy pillanat alatt gyomtalanítunk. És akkor még az sincs, hogy füvet nyírunk esetleg, mert... Az minek? Ott is bújik egy, de... Szerintem bele van bagolva a kerítésbe. Mindegy. Na nézzük, mivel állunk rendben. Hát, kosszalad már biztos. Kidobandó cuccok vannak. Mint mindenhol. Ugyebár a... Jó, menjünk helységről helységre. A jobb gomb. Juvát leszedjük. Csak hogy nicce-mice legyen minden. Légy kuka. Hát itt megvan. Padló burkolás narancssárga csempével. Akkor vegyünk narancssárga csempét. Így. Szépen előre. Úgy. Úgy. A fugát meg majd oda képzeli. Na, ez kész. Jöhet a festés. Virágos barackés. Barack szín. Szög egyszerű lesz. Itt a bejárat, ez ilyen lesz. Na, miért is ne? Csak hogy nicce-mice legyen. Ez is. Azok is. Na még az. Ahogy. Ez egy virágos barack. És akkor kell nekünk a másik szín is. Szakaszosak leszünk. Ez. Milyen színű lesz? Még hozzá idáig. Úgy. Utána innen folytatódik. Akkor lesz belőle itt. Ugyanis tükrözve lesznek. Ez ilyen világos, az olyan sötét, itt fordul. Mert ugyebár ez meg ilyen lesz. Szerencsére gyorsan lehet. Ez a forduló, ez narancs lesz. Akkor ezt már kenjük ki, ne pazaroljunk. Talán elég a kettőre. Pont elég. Ez ilyen narancs. És akkor annak a fordítása meg majd világos lesz. Úgyhogy erre fele tovább jövünk. Nem ér is, ne? Így. Akkor ez innen folytatódik. Igen, oda már kevés lesz. Igen, pont nem elég. Úgy. Ez megvan. Az ilyen, olyan, amolyan. Oké. Ez a fele megvan. Olyan ez. Miért is ne? Vagy így. Szépen. Ha már ovoda lesz.
és remélem ez a szín nem kell már máshova. Így. Na, az előszobával végeztünk. Kezdjünk itt. Jó. Hőzöldi eper és királykék. Almazöld és napsárga. Porkolás. Festés akkor itt nincs. Hogy nem fér bele a kiírás. Na, mint gondolkozik eddig a játék? Lesz PS számunk stabil 60. Oké, frissít a háttérbe az Epic Store-on a Fortnite. Semmiatt darál az egész gép, mondván. Azon nem az egész gép, csak egy drive. A játék van. Hát itt a mindent is át kell alakítani. Ja, úgy látom, világos barack ide fog kelleni, és az te voltál, ha nem tévedek. Hogy téged itt még tudunk használni. De barackot már nem láttam másot. Úgyhogy azt el is adhatjuk. Már egy stíldodó. Milyen a takarítás itt? Ó, folyik a vízbástya. Lehet, hogy előbb ezt össze kéne rakni. És utána takarítani, mert mondjuk nem egy hátrány. Tisztítás. Igen. Hát az jó dzsúvásodta minden is. Hallok még csobogást. Azt nem mondta, hogy az összes radiátort lerúgták a helyéről. Ezt nem. Na, egy krákugással későn. Ott is le van rúgva. Miért nem pusztultok meg? Ki akarta elcsorni innen a radiátorokat. Hogy csótány lenne, de nincs, ugye bár helyett üvegszilánk van. Jó, itt se folyik, jó? Másod nem folyik. Igénytelen surmok. Na mi nem kell. Eddig szék se. Viszont ez kelleni fog. Igen, irodai szék. Kuka. Adok is kuka. Iratrendelő szekrény, standard íróasztal. 1, 2, 3, 4, 5 kuka. Szék. 1, 2, 3 kuka. És ez. Jó, egy kis money visszajött. A kirobás. Ezek a szemetek. Azok még jól jöhetnek címszóval. Kuka. Jó. Ennyi. Ablaktisztítás. Ezt nem kell megtisztítani. Ezt meg kell. Ez se. Azt kell megtisztítani. Szépen erre. Csak hogy jó legyen. Nem ér is, ne. Jó, ez kész. Nézzük, kell-e még valamit itt kidobni. Az megvan. Eltávolítva. S el kell helyezni.
10 dologból egy már van. Ja, akkor első körbe festünk. Mindenből elég lesz a desses. Egy. Kettő. Azért gondolom, hogy mindenből elég a desses, mert előbb is kb. A felét fogyasztottuk el, és itt most meg már három szín lesz. Becsukjuk, mert mitként eltávolítjuk a gazokat. Van F betűvel lámpánk, hogyha netalántán szeretnénk megvakulni. Ugyebár bár még csak délután egy van, de már sötétedik a játékba ő szerinte. Az nem. Azok virágok. Lol. Mindegy, a map ilyenkor segítségünkre van, hogy mi virág, vagy mi nem. Szóval ebből is csak csökken a gaz szedési mennyiség, amennyi kell a következő szint lépésre. De egy olyan részed, amit amúgy nem használunk. Amit kihasználtunk belőle az az, hogy látjuk a vakontúrásokat, a gazt és a nem oda kellő dolgokat a térképen. Igen, azt ott honnan szeded el, onnan. Bújik a gaz itt a virágok között. Csak ahogy kell. Sajnálom egyébként, hogy ti nem tudjátok hallgatni ezeket a zenéket, amik szólnak, de ahhoz meg lusta voltam, hogy a Spotify-t beaktiváljam kifele nektek, hogy lássátok legalább, hogy mi szól. És akkor igény esetén ti is el tudjátok a háttérbe indítani az adott zenét, hogy akkor velem együtt élvezhessétek. Már meg is lett, hallod? Az új szint. Pontosan. Ja. Hát, akkor legyen a gyorsabb állítható fűnyírós gyeptelepítés sebesség. A macska balta, meg a gyorsabb ásás van hátra. Úgyhogy még nagyjából a gazakon kívül semmit nem csináltunk a eltávolításból. De majd belenézünk a gardenes megoldásokba is. Csak én nekem annyira a kertrendelés, virágok, gazok nem... Nem az én világom, mondjuk úgy. Nincs ellenemre a növény, mert szeretem a növényeket, de... Hogy most mi és hogy kell ápolni, hogy kell gondolni, hol kell telepíteni, hol nem, ez nekem már nyug. Arra vannak a kertészek. Ilyenkor jogosan merülhetne fel a kérdés is, hogy akkor minek van meg a Garden DLC. Azért, mert vagy ingyen volt, vagy kaptam. Igen, ezt innen nem tudjuk eltávolítani, az ott bugol egy. Itt valahol. És itt még bújik egy gaz elvégbe. Valamelyik között. Vagy ez az csak elferdült, aztán feladta a harcot. Ott van. Egy. Itt csak azt a sablakokat látjuk. Úgyhogy végig is vagyunk a gazokkal. Azért ott is lett dzsúva rendesen. Na. Hát nekem ezek nem kellenek, úgyhogy... A bástya összeszedi onnan kintről. Mitze. Ez lesz az egyik szerintem, amit le kell helyezni majd. Ha nem tévedek. Igen. Eltűnt. A babzsák fotel. Hát, hogy újat vennénk, jó lesz a régi is címszóval. Mindegy, hogy kipukiszta már tele, a gyerekeknek jó lesz. Hogy... De a lényeg az, hogy most már nem állik a hely. Nem folyik a víz. És meg tudtuk úgy csinálni, hogy oda volt még minden pakolva elé.
Na, még ez van. Na, akkor elég megvan. Ilyet a festés. Kék legyen ez itt fönn. Klíma mögött kötelező a festés. Meg a falon. Oké, ez itt 10% azt mondja. Hol legyen még kék? A kék meg forduljon be ide. Oké, így a kék kijárat lesz. Három, négy, kettő, három, négy. Négy. Ha oda néz a gyerek, akkor azt fogja látni, hogy hú a kék. Majd azt fogja látni, hogy látsz itt, de bünti sarok. Na miért is ne? Ahogy elképzeltük. Erügy lett a szél. Szóval dacit bünti sarok. Akkor egészen ideig el is jöhet szerintem. Ahogy illik, így. Úgy. Ezek a betétek zöldek lesznek. Úgy. Itt is. Oda is, és pont nem elénk. Egy kis kattintás. És így elénk. És meg vagyunk, oké. Okay. A kék az ide lentre jöhet. Jóri gyerek megzavarodik, hogy úristen mit lát. Csak hogy nicce legyen. Ugyanezt a fűtés mögött is. Ahogy. És akkor... azzal átellenbe lesz egy kék oszlop. Kék felső rész. És kattintás 2. Úgy. És akkor 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oda. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, így, igen, így jó lesz. Így, így meg lesz oda ellentükrözés, meg a sarokba. A többi kérlek szépen alásan dőd lesz. Nem érik, ne? És még így is sok a festékünk amúgy, csak mondom.
Nem ér is, nem? Ide is jöhet belőle. Ide is. Ide is. Ide is. Ide is. És ide is. És akkor még oda kell négy helyre. Kettő. Négy. Öt. Hat. Így a szoba ki van festve. Nem mondhatják, hogy nem színes. Egyébként el is használhatnánk a többit, de abban van még a felem. Kicsit kevesebb, 4,7. De még kevesebb, és ebben van a kevés. Jó. Jó, ez így megvan, közben még a Spotify reklám a fülembe. Szerintem szép lett. Két keskeny függöny kell hosszú. Ó, ide nem is rakunk, csak az ablakokra. Jó, hát nem baj az. Ez megvan. Ha van ott piros zöld, akkor az legyen napsárga. Én meg fehér. Egyszer. Na. Tagolunk. Jövök föl. Bevillan, de ennyi. Jó, nyomjam. Oké. Egy csavar befúrva a tiplit, azt felejtsük el, a sose kellett. Jó, akkor klikk. Így ez fönt van, új képességpont. Hát itt sok mindenünk már nincsen. Csempe. Glettelés, meg szerelés. Hát akkor legyen a gyorsabb szerelő. Itt is jön egy összefestés, szóval. Így. A megfelelő kiépítés, szóval. Frissen furt falba megraktuk. Nice. Na, egész csecse. Most már kinyithatjuk, hat fáldanak kockára a gyerekek. Illetve van villanyunk. Mi kell? Lámpa nem. A babzsákad visszajöhet. Öff, az már meg is van. Oké, ott a konnektort elrejtjük. Úgy. Itt fog a tanár nőni, és mindenkit lát. Vagy tanár bácsi, de azt jól megverjük. Jöhet egy tábla. Ez ilyen kicsi. Jó, azt. Akkor rakjuk ide, és hogy a gyerekek is elérjék. Úgy. Zöld virág, mint a szőnyeg. Négy is kell belőle. Jó, akkor bünti sarokba megy egy. Túloldalára egy. Milyen szépen kiadja. Úgy. Majd. Igen. Oda mehet egy. És ide jöhet egy. Kettő között úgy. Egyik első ér hozzá. Nagyon csecse.
Igen, szamarak. Nyuszi. Nincs füle, hallod? Azt így áruljak gyárlag a boltba, hogy nincs füle. Jó. Gyerekszék is kellett, ha jól láttam. Igen, meg asztal is. Jó, ebből kell egy, kettő. Most itt arra deportáljuk. Oda. Igen, akkor négy gyerek lehet a büntibe maximum, bár... Nem. Legyenek itt a tanórán. Ja, nyuszi lesz. Ebbe a sarokba. És akkor... Így. Jön a nyolc szék. Egy. Kettő. Három. Négy. Öt. Hat, de amúgy számolja a játék is. Hét. És nyolc. Ez megvan. A tanár néz, hogy mindenki dolgozik. A bünti sarokban meg meghalt állapotba kell rakni. Szamarak. A szamarak lesz ott. A legyke. Egy szekrény. Igen. Úgy. Kicsit belebagol a függöny, de ne foglalkozzunk, ez úgy adja magát. Könyves szekrényből egy. Ebből nem lehet más színűt. Valami hasonlót, mint ami ott van. Így. Nem lehet ennyire a falra rakni. Akkor menj ide. Ahogy. Nagyon csöcse. Labda és doboz fedéllel. Jó, akkor ti kapjátok a labdát. A doboz fedéllel. Jó, legyél te. Egy, kettő, igen, egy, cselékhely, hogy oda tedd ezt, miért nincs, egy, kettő, dehogy nincs oda hely. Ácsi, de mi az, hogy most ennek a helyiségnek a neve, hogy étkező? Ezt meg csak most láttam. Étkezőben minek kell tantábla? Jó, azzal meg vagyunk. Hallod, itt azért nem estünk hanyatt a fénytől. Jó, ide mit akartok? Azon kívül, hogy rohadt sok a dzsuva.
Sargon polcok eladása. Recs 13 dodó. Takarítás. Ott van valami dzsuva. Nem látunk semmi, hogy ez megvan. És itt a vélemény, itt legalább látunk, jó. Ablaktisztítás. Nekünk sötét van, ilyenkor a fosz nagyon jól látszik. Szeretem, mikor este játszódik a játék. Kilódok rajta, hogy át is állítom, hogy akkor just éjjeli edition lesz. Tényleg a másik szobába zárjuk már be azt a nyomott ablakokat. Ne fagyjanak kockára, de mégse a gyerekek. Na, amelyen szép rendet csináltunk. Jó. Ide kanapé kell, kis cipőszekrény, meg minden. Úgyhogy ezt akkor innen ki is kukázzuk. Nem ér is, ne. Mehet bele az új. Az is. Az is. Úgy. A helyére. Azt is. Gyerekek, ne felejtsetek, az áram nem játék. Bár akinek végül is. Jó. Almazöld és napos sárga. Úgyhogy elég lesz ide is az esses. Így jeledve is, hogy ki hova kerül. Hát, hogy ne kapja nagy húgykövet a kapásból, aki ide bejön, az csak két falba fog állni a zöld. Nem ér is, ne? És egy belemártásból az meg is van, kérem szépen. Kérdés, hogy ez a fal is meg lesz egy belemártásból. Nem hinném. Mert ugyebár ott kiesik az ajtó mérete. És ennyi volt a festék. És pont nem lett elég. Egy kattintás. És kész. Jó. Szóval ez a kettő lesz zöld, a többi sárga. Ugye zöldet ebből az erővel el is adhatjuk. Megmaradt több, mint a fele. Hogy ezt itt szépen lekenegetjük. Oké. Bejön ide valami szülő, aztán agyhúgykövet kap instant, hogy meglátja a sárga óvédzöld falakat. Főleg, hogy ide egy darab kanapét kell rakni, szóval valószínűleg itt valamelyik tanárnő vagy tanárbácsi fog alukálni. Szerintem. Ez így egész kultúráltan is néz ki. Egy. Tehát. 3, 4x2, 5x2, 6x2, és elfogy. Egy klik, még egy klik, még egy klik, 1-2 klik, 1, szoba kész. Nem mondhatod azt, hogy nincsenek meg a színek, és annyira nem hányod össze magad, mikor körbenézel. Főleg a padlószín miatt. Oké. Okay. 8 kicsi cipőszekrény kell, meg egy kanapé, meg 16 akasztó. Mi van veled így egy hatba? Kanapé az valami világosabb színű legyen, és jó drága. Hogy ide be is mehet. Oda nem fér el. Ide. Egy. Úgy.
Úgy. Nem baj, hogy itt egy kicsit kimarad, de itt valaki akkor ki tudja húzni, alukálni. És kell két tábla. Mi a krumplina? Ide fölérjük, hogy mindenki gomba. És ide. Ebből kell 8. Legyen zöld. Így. 1. 2. Na. 3. Na. 4. 5. 6. Hét. 8. Így. Vicce. Direkt magasabb az egyik, mert ezt a felnőtt eléri még. Aha, és bármelyik oldalát lehet nyitogatni. Jó, hát akkor szórakozzunk ezzel. Egy. Valahol följebb nem akartam rakni, mert szerintem így jó, és akkor 16 kicsi akasztó kell. Jaj, de szépen nézel ki egy hatba. Egy. Kettő. Három. Négy. Öt. Hat. Hét. Ha. Nyolc. Kilenc. Tíz. 11, 12, 13, 13. Ne kapcsolt ki, véletlen jobb gombot nyomtam, ugye bár ilyenkor lerakja a vásárlást. 14, hogy ne legyen páratlan. 1. 2. 4. Szoba kész. Viszont akkor a tábláknak már is van értelme, mert ide fölérjük, hogy Józsika, Pistike, Marika, Katikának a göncei lógnak itt. Egy. Elég csecsemecse. Jó. Ez a helység kész, kérem szépen. Jöhetünk ide. Hát itt se estünk hanyatt a fénytől. Oké. Takarítás első körbe. Vizes dobozok. Ez gusztustalan, milyen ideg rendetlenséget hagynak itt az emberek. Tényleg ezek a tipikus, nem az, hogy belekakilok, de konkrétan nem érdekel, hogy néz ki. Ennyi pizzás doboz után megkívántam a pizzát. Na mindegy. Igen, porszívó elővétele. Igen, üvegcserepek eltávolítása. Oké. Szemét kidobva. Tehát a takarítás, mindenhonnan az kiömlött olaj, a kávéfortokat megtűnt, szüntetjük. Oké. Okay. Jó, szerencsé csak burkolatot kell cserélni, meg takarítani, szóval...
Közben a játékban fölkelt a nap, úgyhogy éjszakában kellett megcsinálnunk a másik helyiséget. Bár a játéknak van egy olyan módja is, hogy figyeli a pontos idődet, és aszerint játszol. Így sokkal viccesen. Kérdés, hogy a burkolat az padló. Onnantól akarom. Odáig. Kész is van, kérem szépen, minden tárgy ott maradt a helyén, ahogy kell. Jön a fal. Zöld és fehérrel. Hát nem fogom ezt a színmintát követni, amit ő csinált. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De. Jött a csempézés. Az ott zöld. Egyszer. Úgy. Kétszer. Oda is jár ilyen. Oda is mehet. Platty. Oké. Azon az egyen gondolkodok, hogy azt visszaszedem ott idére, fehérre. Oda. Oda. Ja, valószínűleg az úgy lesz. Oké, oda se enged már burkolni, így már enged. Igen. 1, 2, 3, 4, 5. Burkold. Igen, így. Úgy. Oda. Igen, most már nulla van a kezünkbe. Azt is. És akkor azon voltam, hogy ez lesz más színű. Csempe lerakása. Igen, azt hogy szedem le onnan? Eladni se lehet. A többi funkció jelenleg le van tiltva. Szóval, ha most veszek fehér csempét, hogy sok lett a zöld, látványosan. De azt mondom, hogy ilyen fajta csempe, csökkentünk rajta, akkor így rá tudok burkolni, jó. Az úgy nice, hogy legyen az egész ajtó fölött olyan. Jó, az nem. Itt lent lehet olyan. Oda elég a kettő, ide már nem. Úgy. Azt nem mondta, hogy azt is leburkolhatod arra, amit nem látszik. Az is mehet oda olyan. Csempére van szükségem, ne kéreges dolgozzá. Összehúz kicsire, görgővel. Itól nagyra. Oda is. Igen, rengeteg lett a csempe. Több, mint ami kéne. Kész. Burkolás. És már nála a csempe, akkor despawnolt, amink volt. Ez se kell, az se kell, az se kell, az se kell, és az se kell. Ja, hát csodásan néz ki. De legalább kész, szóval valamit valamiért.
Igen, a konyhába ellen nem nyugták, hogy el itt van. Jó lesz ott a sarokba egy hullát elrejteni. Még a másik meg céllövődéset fog játszani. Nehogy. Nehogy értelmes konyha legyen. Oké. Következő helységed itt. Ide kellett olyan burkolat, fin, festék ez, amik van. Oké, eltávolítani a tárgyakat, mint ezt, ezt, ezt. Ezek kukák. A székek is kukák. Az is kuka. Igen, ez ámítógép. $84 ér, úgyhogy igen. Törlés. El is kuka, el is Gyula. El is Gyula, hello Gyula. Két számítógép becsapódott ezerrel. Jó, van egy elektromos ajzatunk, ami nem jó. Na már most ezekre nekem nincs itt szükségem, úgyhogy majd a kertbe olálkodó krumpli főzelékek megoldják, úgy mint a két számítógép se. Nem mondhatják, hogy elloptuk. Bár ez se számítógép szerintem, hanem mappa. Iratrendelő mappa fiók. Kinyitva ilyen kartonok tudnak benne lenni, mivel csak nagyon hasonlít egy gépházra, de nem az. Jön a tisztítás. Igen. Van valami dzsuva. Meg a két ablak. Jó, az meg látszik is, hogy szépen meg lehet takarítani. Még itt föl. Oké, kicsit kinyitjuk, hogy ne a puki szagot érezzük állandóan. Ebbe az irodába biztos, hogy rengeteget pukiztak. Hogy akik ilyen koszosak voltak, simán kinézem belőlük. Igen, itt van valami dzsuva. Most már nincs. Jó, van itt egy elektromos ajzat valahol, ami K.O. Nem az. Kapcsoló működik, bár a mineket azt nem tudjuk. Van a overdrive. Lala. Itt a kapcsoló, ami rossz. Jó, van, na. Következőre megoldom, hogy már ti is halljátok, hogy mi megy a Spotify-on, és olvashassátok. Egyébár semmiben nem tartana rá engednem a konvertálás renderelésnél azt, hogy az a hangsáv, amin a Spotify szól, azt ti is halljátok. Az a renderbe benne maradjon, de akkor semmi más nem látnak, mint 80-100 darab Spotify-re hivatkozó copyright jogot a jó képességű domon. Jó. Keskeny hosszú függöny és széles hosszú függöny. Keskeny, széles. Oké, széles. Legyen mindenhol ez a sárga. Összeszerelés. Kicsit bagol magája az, hogy a függöny karnist hogy rakott föl. Az a kijelölést meg kell szokni, hogy rossz, mint itt is. De, ugyebár a játékban benne van. Összeszerelés módja normál. Az van könnyű és nehéz. A könnyűnél minden látszik, körvonal, hogy mit kell csinálnod. A normálnál ezek szerint nem, csak fölvillan, hogy az valami. Nehézni meg még az se, de azt nem akartam bevállalni. Ez nem tudom mire jó, mindenesetre zavaróan
ha megfele a fényünk, hogy haladóba ki van. Teljesnél nincs több, ennél sincs több, extrém minőség, bloom nem kell, de hát kapcsoljuk be akkor ezeket, miért is ne. Mélységélesség nem kell, mert az zavaró. Falbontás fullon legyen. Az, akinek egyébként akar, simán lejjebb tudja venni annyira a játékot, hogy jobb legyen. Jó, akkor így már nagyjából hozza azt a grafikát, amire számolnak. Hát az a klíma minden csak nem jó szerintem. Az nem kell. Függöny kellett volna oda. Szokásos ez az aranyvirágos verzió. Úgyhogy... Csak itt most világos, hogy ez sötét karnissal. Egy. Az megvan, jöhet a festés. Úgyhogy... De hogy kell a másik fajta szín is, a világ... Pasztel rózsaszín is kell. Minek ide? Jó. Az ott rózsaszín lesz. Az barack. Ki fog égni a szemetek, minden kék lesz. Ahogy. Azt a véletlen összehányja magát az, aki nézi ezt, akkor így járt. Mármint nem a nézőim terén, hanem majd aki felhasználja ezt. A nézőim tudom, hogy ügyesek, okosak, szépek és intelligensek, és olyan stílussal rendelkeznek, hogy nem, mennyit kibír a gyomruk. Igaz? Hogy szupercsilles megoldások közepette simán kibír ennyit, hogy ne legyen ebből nyece. Amúgy 54 percet csinálom ezt a pályarészt. Jó. Ez lesz itt a Pink Lady sarok. Az egészet pinkre kéne festeni? Nem, ne őrüljünk meg. Minden kék lesz, azt mondtam. Szerencsére a színeknél nincsen gond olyan téren, hogy melyik festéket kell venni, mert azt a festéket veszed, ami mutat a játék, úgyhogy amit a követelmény, nem kell azon görcsölni, hogy megtaláld a sok száz fajta szín között, amit benne van a játékban, meg a való életben is. Hogy először el kell pusztítani a csótányokat. Hova bagoltunk át? Főleg, hogy nincs csótány a játékban, meg ki van kapcsolva. Ide? Az üveg. És arra hisztizik, hogy el kell pusztítani a csótányokat. Jaj! Ne ijeszteges játék. Éld meg, szétszivat. Ja, hát csodásan néz ki a lead, de aztán ide ránélnek, és fordítva menekülnek. Jó. Azokat se felejtsük el kifesteni. Éppen ahogy kell. Kezdve a Diumdis Weather meg egyel. Miért is ne? Nagyon bízom benne, hogy elég lesz a festék. Oké. Na jó van. Mivel bugol a textúra, ezért esélyt se adok neki, hogy ez ilyen csúnya maradjon. Ugye meglátjátok, hogy mit kap oda. Lehet tippelni. A bosszum hova lesz édes. Ha már ilyen ügyesen dolgozik a rendszer és bugol. Pontosan. Vajon te is erre tippeltél, hogy rózsaszín lesz? Egy. Olyan kis cuki lett. Nem?
Hát de most miért nem? Pont nem elég. Két kattintás. Ja. Az úgy megvan. Igen. Kék. Úgy. Hát elterveztem, hogy nem őrülünk meg, de miért ne? Ha már ilyen szép színekkel kell operálnunk, mint a rózsaszín. Egy. Csodás. Remélem, drága nézőim, ti még bírjátok gyomorra, mert én már kevésbé. Az úgy kész, azt ott nem kéri. De rá lehet húzni azért egyet. Meg oda is, és ugye az él belső fele, ahol éppen, hogy csak kilátszik azon a kicsin, ott legyen. Én balra eltekintettem most, ahol a OBS rögzül a másik laptopon, mert két laptopon játszok ugyebár egy ideje. Így Capture Card-dal van fölvéve mindig, és ezért ugyebár a játékot nem befolyásolja azt, hogyha fölveszek, ez már megy lassan két éve. Ahol oda tekintve annak a laptopnak a kijelzőjére, ott egész rózsaszín meg határozott színek vannak, és a fal is egy ilyen indigókék majdnem. Itt előttem a képen pedig egy ilyen világos bugyikék van szinte, és a rózsaszín is ez a nagyon pinkes, ez ami miatt akasztott ki egy kicsit a játék, hogy most ilyen színekkel kell operálni. Most oda tekintve teljesen más színekkel vagyunk. Vicces az, hogy itt amit én látok, az a valószín valójában egyébként, mert 100%-os sRGB lefedettsége van a kijelzőnek, úgyhogy a szín az színhű így. Ettől függetlenül vicces, na. Na nézzük. Apszi vagy híd gyerekeknek. Jó, kell egy ámítógép asztal. Igen. Ott lesz. Szőnyeg. Abból kicsik kellenek. Jó. Jobbár egy. Nem lehet. Kettő. Három. Négy. Négy. Ó, kell egy könyveszekrény. Ez azt hiszem nem volt olyan nagy. Dehogy nem. Óriási. Ide a kettő közé jól jön. Melyik az eleje? Ennek a szekrénynek nagyjából amúgy mindegy, mert fal a hátulja. Szóval így bármi és akármi lehet. Unja ott a... Le kell még egy, úgyhogy majd... Négy.
Dupla komód, kis komód. Úgy. Úgy. Megint gyerekasztal, szék, pali doboz, rózsaszín. Egy, kettő, három, négy, dupla komód, abból nincs is olyan világos szín. Akkor téged száműzünk ide. Nem fér. Melyik hitboxba akadsz be? A hátsóba? Ahogy. Így a konnektorhoz pont hozzáfér a lóvónén, és beledughatja a telefonját. A hapci vagy híd. Itt lesz. Apci vagy kocka gyerekeknek. Jól lesz egy piros, meg egy kék. Nem ér is, ne. Igazi 3D élményben lesz részük. Építőkocka, háromszög, hídépítőkocka, zöld piramis csúcs, kisnyusziból 2 és plusz maci. Jó. Na, hát akkor a előzőben voltak a kék bútorok, ebben meg lesznek a lime színű bútorok. Szóval 1, 2. Hozzá természetesen lime színű székek. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, és 8. Jönnek a plusz nyuszik. Lila nyúl. Nincs. Ő Mr. Afton, tessék neki köszönni. És a másik oldalon meg ott lesz neki a kék verziója, Bonnie. Úgyhogy van itt mindenki. És a plüsmaci... Ja, alszik, már megijedtem, hogy milyen pozícióban van csórikám. Igen, kék, lángosszürke, rózsaszín, no, legyen lila. Ahogy, elfoglalva a hidat, nehogy azt higgyétek, hogy tudtok játszani gyerekek. Jó, zöld építőkocka, le tudom rakni ebbe? Nem. Ide fel tudom rakni, meg ide is be tudom rakni. Egy. Kettő. Rácsérdeket össze lehet rakni egybe, ijedjél már meg. Abba a pillanatban építünk belőle egy várat. Egy. Szóval lesz egy zöld ház, piros tetővel, és lesz egy híd, zöld tetővel. Így. Nem mondasz, hogy nem csecse. Jó, ez a helység is készen van.
Igen, amikor már bezártam, azok megvannak. A bejáratot hagyjuk nyitva, mert a mérésnél lesz itt az ablakokat csukjuk be. Nem is tudom, mikor csuktam be őket. Jó, jöhet a konyha. Nem is, hogy kidobálunk minden szemetet. Oké. És mi kell? Csak az iratrendelő szekrényt kell eltüntetni, szóval ez pénzt ér. Ez itt működik, kérem szépen. És ahogy megnyomtam rá a LED, beakadt a leger, nem volt hajlandó működni. Ez kuka. Gyert a takarítás. Ez megvan. Jön az ablaktisztítás. Nem ér is, ne? Azt hittem, hogy ennél könnyebb leszed a dolgoda, de... Nem egy nehéz, viszont erőteljesen szivat, és valami pittyent. Ja, megvan az állapot, most már föladhatnánk. Azaz elzavarhatnánk magunkat, hogy készen vagyunk, de ez nem fedi a valóságot. A kajak egyre jobban tetszik el a helyi. De ebben nem tudok mit kezdeni, hogy a fény így ugrál. Vagy ez az ekorendszer, hogy ahol nem vagy, ott nem világít ez által, védi a rendszert. Igen. Hol az ekorendszer? Igen. Játékmenet, Echo. Igen. Az Echo-nál kapcsolgatott ki meg be. De itt felkapcsolva hagyom a villanyt, akkor itt van még fény, és ugyanígy megmarad itt is. Biztos lezabálja az FPS-t, gyakorlatilag passz. Nem egy hátrány egyébként, hogyha azokon a helységeken, ahol nem vagy, ott nem megy a lámpa, de... Számúgy. Kell neki könyves szekrény, illetve szín. És klíma. Jó, akkor első körbe festünk, ide két darab eses elég. Kell neki sötét zöld, meg... Pisztácia zöld. Melyik milyen? Igen. Ennek egy adagot ide. Úgy. Szóval ez akar a pisztácia zöld lenni. Ez meg a sötét zöld. Megvilágítjuk. Hát, meg van világítva a sötét zöld, egész világos lesz. De az meg... meh. Na mindegy. Megkapta a színeit, azt így járt. Hogy... Max beleőrül. Elvégre ő akart ilyen színeket. Hogy valakit, akit ebbe a helyiségbe fog száműzni, annak egy büntetés lesz, az biztos. Aha. Akkor csótányunk. Biztos, hogy nem csótányunk, mert üvegszilánkot kéne írnia. Akkor az a bug itt újra visszajött, hogy ilyen hülyeséget írt el a játék, de... Amúgy üvegdarabok felporszívódását írja a játék. Igen, ennél lejjebb nem tudok hajolni egyébként, szóval ha, ahogy most adta meg. Igen, ez megvan. De bár az a hátsó ablak az jelenleg át kell árnyékba lenni.
Hogy de amúgy, hogy higgyetek nekem, ha minden igaz, és átállítom a Gameszkóban. Éjszaka, valós időben, játékidőben, vagy kikapcsolva, de valós időben nézünk. Akkor itt már megy le a nap, mert nálam este 8 óra múlt, úgyhogy ez még nem is fedi így a valóságot, mert kint már sötét van nálunk, de tegyük fel, egy amerikai nyári nap van most. Úgy még szódával adja magát. Igen. Deportivódjuk a legdarabokat. Így. Legalább a föltakarítást megcsináljuk, hogy ne legyen annyi dzsuvánk az ablakot. Bár ha GMT nullaként számolunk idővel, akkor igen, akkor reális, hogy még csak annyi az időjárás odakint. Jó, de egy török szállító radiátort csak el ide, már nem is akar új ízét. Hogy hívják ott? Egyébként hülyén szereljük össze, mert előbb légtenteni kéne. Ez a valóságot nem fedi. De ilyennel ne foglalkozzunk. Jó, az kész. Amúgy itt milyen fény van. Egész jó. Mit akarsz, az a mosdó is egész szép. Mindenféle fénybe. Na, most is ott tovább tart ez a rész, mint gond, számítottam rá. Oké, de klíma kell, meg egy könyveszekrény majd. Megvan. Igen. Elmegyünk zebrába, még ha egy kicsit zombi zebra is lesz. Igen. Jól számoltam, pont kiadja magát. Miért is ne? Hogy mice. Szerintem lassan versenyt kéne rendelnem arról, hogy milyen ocsmány helyeket építek így. Felújítás gyanánt ilyen. Undorító. Hát komolyan, való életben biztos van, akinek ez a szín karakterisztika megoldás, ezek a színes színek váltása baromira tetszene. Van biztos olyan művész lélek, akinek ez bejön. De hát komolyan ránézek, az mindjárt elszédülök kategória. Ahogy szava kész. Kell neki egy szekrény, azt mondja, meg egy függöny. Meg egy klíma. Kér is, ne? Szépen csillog a fény. Hát olyan sokat nem is lát, abból így egész kultúrátan néz ki, ha csak ebből a nézetből nézzük. Klíma. Jó, drága lesz.
Persze, és sötétet kap. De ugye csak arra a falra tudom felrakni. De már nem. Egy. Itt fel kell rakni a fali konzolt, amire rövidül a beltérre. A kültérével nem is kell foglalkozni, az ide nem kell. Rá kell akasztani a klímaegységet, össze kell kötögetni a csokiba a drótokat. Nem ér is, ne. De úgy. Ahogy. Ahogy. Össze kell dugni a klímacsöveket. Igen, onnan bezár. Innen bezár ugye a kijövő, bejövő. És a kondenzált víz elvezetőt. Mehet rá a takarólap. Beépítve. Jó, és meg egy könyves szekrényt kér. Keres nyaf a színbe, hogy egyáltalán ne éljen ide. Igen. A zöldet alig lehet észrevenni, hogy ott már jó. Jó, ez a szoba kész. Ez a szoba kész. Ne bezártam magam. Menekülünk innen. Hoppá. Nem pazarlunk. Jó. Igen, már kész. Itt meg csak burkolni kell már csak. Padló. Onnan szeretnék oda egy padlót. Meg is van. Ide. Narancssárga kerámia csempe. Ide is. Ide is. Jó, az úgy megvan. Narancs kérelmény és mozaik szépia. Jó, mozaikkal a... De ilyen van fönn baffa meg. Hogy ide nem kell, ide csak WC csésze kell. De akkor azt eladom? Vagy azt mondod, hogy dupla budit akarsz. Erkölcstelen. Hallod, ide semmi. Ide meg kell egy WC. Lesz kék. Na. Előbb ott már zöld volt. Igen, itt bugol. Ott egy pillanatra zöld. Ez így belelóg a falba egyébként. Jó. Kultúráltan ragd le. Ahogy. Egy padlórögzítés, két padlórögzítés, egy tartályme monoblokkos. Kész. És ide kell mozaik meg másik. Jó. Oda. Oda. Így. Oké. Igen. Most vettem, szóval most vettem föl 10 csempét. Úgy. Úgy.
Igen, szerintem is guztustalanul néz ki, de ez az igény, hogy ilyen dolgok megjelenjenek, akkor ne csodálkozzanak, ha ilyet kapnak. És akkor minden más narancssárga. Szerintem abban három kelleni fog. Egy. Kettő. Nem pekel, azt mondja. Egy. Igen, más számol oda, meg más számol a kicsikre. Így, ha van nálad elég, akkor kirakja, de amúgy nem. Négy, hat. Kettő darab csempéből megoldotta a falat. Így csak egyesével fogy. Igen. Á, fönt is kijavított, el nem ér. És a sarokra többet számol, vágod? És jelentem, kevés lett a csempe. Csak úgy mondom. Szóval zabálja a csempét a fal. És ebben készen is van. Tadam! Itt lassított felvételbe. Jött rá. 17 dollár meg 20. Minden feladat kész, azt mondja, és 21 ezeret ér ez a felújítás most. A WC így egész kultúrát lett, hogy azt ott kijavította fölül. Ezt a sarkot megengedjük el. Van. Maradjunk annyiba, hogy az a WC is olyan. És akkor itt látjuk is, hogy mindenki megvan. Két négyzetméteres WC megvan. Fürdő 4 megvan, WC megvan, előszoba megvan, ebbe vagyunk elviekbe, étkező megvan, szoba-szoba megvan, közben iszok. Mert miért is, ne? Igaz, csak vizet, de akkor is. Konyha megvan, minden 100%, szoba megvan, ő szerinte itt vagyunk, és az étkező is megvan. Hát sok sikert gyerekek a túléléshez. Mindenki, aki majd benyitogat, az riasztón beütjük az 1-2-3-4 titkos kódot. Bezárt! De úgy. Meg kívülről meg egész épület formája van. Nem mondod meg, hogy facam érőlült most meg, elkezdett pörögni egy helybe, mármint a farkát kergetve. Egy kívülről egész korrekt kis házikó, de munka kész. A recse 21 ezeret perkáljátok is lefele ide nekem. Már miért is, ne? Úgyhogy sokáig törtikézik. Ja. Így. Gyűlik a kis Mangitos. Még egy résszel előrébb vagyunk. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok és megnéztétek. És találkozunk legközelebb. Addig is. Sziasztok!